A tyúkhúr egy nagyon jó kis gyógynövényünk, hiszen akár így nyersen fogyasztva, vagy ha leszárítjuk teaként, akkor nagyon jó koleszterin csökkentő hatása van. Úgyhogy általában erre szoktuk használni, méregtöntéshez, tisztító kúrákhoz alkalmazzuk. Nagyon fontos, hogy tiszta környezetben gyűjtsük. Itt pedig jól látható a kettő közt a különbség, tehát itt van a tyúkhúr. Látszik, gyönyörű szép fehér virága van a csúcsán. Szép kerekded, épp szélű levelekkel, egy kicsit barnás, vöröses szárral, hengeres szárral, ami a levelek kopaszak, ez is fontos, fényes kopaszok. És mellette itt lapul például ez a borostyán levelű Veronika fű, amivel sokszor összekeverik, mert egy helyen terem. A Veronika fűnek eleve látszik, hogy lilás, kékes virága van, a levele pedig, ahogy így a benne van a elnevezésében is, hogy borostyán levelű, tehát enyhén kis csipkézet, jól látszik, és ha közelebbről nézzük, akkor enyhén szőrös is, nem olyan fényes, úgyhogy erre nagyon figyeljünk, mikor gyűjtjük a tyúkhúrt, hogy kerekdett, épp szélű, fényes levelű, ha megtörjük, akkor enyhén nyálkás belül. Egyébként ott van egy ilyen kis nyálka tartalom benne. És virága mindenképpen fehér.